Kovics Anita újabb góljával 7-4 az állás, a 13. percben jár. Teljesen úgy tűnik, hogy összefoglalom a csodáratnak, de hát látják, hogy most néha csak 11-20 lenne, úgyhogy pillanatnyilag. De szóval 12, ilyen csak nem akartam elkiabálni, mert előben is vagyunk. Görvics legalább Görbic a szélen, ó, de csodálatos gól a végére. Anita látható. Szövését könnyedén fogta, Pálinger megvan, tehát a hazai kapus első védése, és Görbic a labdával egy passz cseh. Sikerült a szépen, és egyet. Anita, hogy megnyílt előtte. Mindenki lövés lehetőség, és az egyes-kettes védő között ügyesen bújt be. Ezt illik kihasználni. Görbic. Hamarosan leszünk meg kettős ember előtt, de az egy emberes elő is elég volt. Igen, elnézést, de csak annyira koncentráltam a védőkre, de hát így is bőven volt hely arra. Ez a Görbic büntetőt, mert az is az. És Jelmesok 11 perccel a mérkőzés végét megelőzem, még 4 gólos hátrányban volt a Budusnosz. Tehát közel sem lehet azt mondani, hogyha néhány góllal vezetünk, hogy ennek a mérkőzésnek már vége is eldől. Többen féltették a váltsát, hiszen ő alapjátékosnak számított ebben a csapatban, de hát úgy tűnik, hogy Manuel remekül megoldja a feladatot. Láthatóan idáig is elég sok problémát okozott már a győri védelemnek. Görbic is megkezdte. Be kell lőni. Görbic vállalja ismét, noha az előbb elhibázta, jön természetesen Tolnai, aki az előbb kivédte, és marad ugyanúgy a vonalon. Görbic viszont most nem cifrázza, belövi önmaga hat. Óriási koncert, de a labda a hálóban. Esélyesen volt, hogy kivédje ezt a labdát. A másik sarokba várta.